Igazából csak annyi, hogy Balatonon mentünk el egyszer apámmal, és ott megtetszett. És utána még párszor eljártunk, és észrevette apa, hogy egész jól megyek, és így egyre gyakrabban járogattunk, így hobbi szinten. Apa ezek alapján, az edzések alapján, amiket lefutottam, ő gondolta, keres valami oldalt az interneten, ahol rendeznek versenyeket, és oda elvitt. És ott egyre gyakrabban járogattunk, megszerettem, és így alakult kezem, ami most van, hogy már rendszeresen versenyzek. Hát leginkább azért szerintem a gokártozás egy azért egy nagyon jó sport, mert a forgalmi helyzetek kötöttségei nélkül tudja élvezni az ember a vezetés élményét, és ha egyedül van, ha csoporttal, ha baráttal, egyszerűen mindenhogy lehet űzni. Ha jól megy az ember, ha nem, ez teljesen élvezhető. Hát a versenyzés az egy olyan dolog, ami nem feltétlenül arra megy, hogy eredményeket érjünk el, hanem az is, hogy közösséget épít. Hogyha nem feltétlenül muszáj olyan emberekkel menni, akiket már előtte is ismertünk, viszont hogyha például olyanokkal megyünk, ez egy nagyon jó összekovácsoló dolog, és nagyon jó barátokat lehet szerezni, nagyon jó versenyszituációk vannak, élvezhetők a test a test elleni küzdelmek. Versenyzés az egy kicsit több, mint a hobbi gokártozás, viszont hogyha az ember szereti és élvezi, akkor a versenyzés is jól fog neki menni, és élvezni fogja.